Közel 1000 bringás indult először 2018-ban Nyíregyházáról Tokaj felé. A nyírteleki és a rakamazi piknikpontoknál több százan csatlakoztak a túrához. A közel 35 kilométeres út végén pedig ellepték a bringások a Tokaji Fesztiválkatlant. A rendezvénynek jó híre ment, az elmúlt években megye határon túlról, Budapestről, sőt Japánból is volt résztvevő az ingyenes túrán. A két piknikpont nem csak csatlakozási lehetőség, itt ásványvízzel, gyümölcsel és pogácsával pótolhatják a bringások az elvesztett kalóriákat. A rendezvényt idén először közös szemétszedés előzi meg. A bringásokat május 7-én 13 órától várják a kerékpárút melletti terület megtisztítására. Ennek szakszerű elszállításáról az éjak gondoskodik majd. De más extra is lesz a bringa pikniken. A jubileumi dolog miatt egy játékos vetélkedővel vagy versennyel szeretnénk megfűszerezni a fesztiválkatlanba érkezőket. Négy korosztály, korosztályonként 25 induló, online lehet előregisztrálni, csak azok indulhatnak, akik online előregisztrálnak, már el van indítva a felület, már lehet rá regisztrálni. Ez egy 450 méter hosszú, kb. 15 pontból álló, akadályból álló, minél lassabban végrehajtandó játékos verseny lesz, aminek a legfontosabb eleme az, hogy ne tedd le a lábad, és úgy menj végig, minél lassabban rajta. Ez karitatív kiegészítése is a rendezvénynek. Minden bringatusán induló után a szervezők 5000 forinttal támogatják a József András Oktató Kórház gyermekosztályát. A bringa piknik egy kiemelt kerékpáros program a megye székhelyen. Az önkormányzat számos módon támogatja ezt a sportágat, legyen szó rendezvényekről vagy infrastruktúráról. Az elmúlt 9 évben egy 80 kilométeres kerékpárút hálózat épült ki a városon belül. Másrészt ugye megépült a Nyíregyháza Tokaj közti kerékpárút, aminek a nagyobb része Nyíregyháza határán kívül van, bekapcsolja a Nyírteleket, Rakamazt és Tokajt ebbe a vérkeringésbe, és maguk a programok. A közel 35 kilométeres bringa piknik végállomása idén is Tokaj lesz. A sajtótájékoztatón a polgármester arról beszélt, a kerékpáros turizmus olyan mértéket öltött, hogy szükségessé és indokoltá vált a Tokaj kör bicikli út kiépítése. A munkálatok jelenleg is folynak a területen. Ez két forrásból valósul meg, és két gazdája van ennek a Tokaji körnek. Az első gazdája a NIF, ő felügyeli a Tokaj Tarccal külterületi útnak a megvalósítását, ő felügyeli a Tokaji hídfőtől a Fesztiválkatlanig a kerékpárútnak a megvalósítását, illetve a Bodrogkeresztúr Lebuj közötti szakaszt is a NIF felügyeli, és ez már tavaly novemberben kezdődött, és remények szerint ez szeptemberben fog befejeződni, és van egy másik része, a hiányzó részeket pedig egy toppos pályázat kapcsán Tokaj, mint gesztor fogja megvalósítani az érintett településekkel együtt. A tervek szerint jövőre a 6. bringa pikniken egy hegykerülő versenyt is rendeznek majd, ahol profi kerékpárosok indulhatnak, hogy hivatalosan is felavassák az elkészült kerékpáros körgyűrűt. Addig is azonban a megszokott bringa pikniken vehetnek részt az érdeklődők, amely május 14-én reggel 9 órakor indul Nyíregyházáról a Kossuth térről. A rendezvény ideje alatt folyamatosan mozgó orvosi felügyelet és szervizbusz biztosítja a szükséges ellátást.